Gyönyörű helyszínen a csornai premontrei apátság dísztermében tartották a megyei fórumot a civilek napján. Az eseményt Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke nyitotta meg. Mi is dolgozunk együtt civil szervezetekkel, sőt a feladataink ellátásához nélkülözhetetlen támogatást kapunk tőlük. Vannak nekünk felzárkózási programjaink, vannak foglalkoztatási programjaink, amiben azon szociális szervezetek nélkül rá se találnánk azokra az érintettekre, akiknek segítenünk kell, illetve környezetvédelmi, klímavédelmi programok tekintetében is dolgozunk együtt olyan szakmai civil szervezetekkel, akik segítik ezt a munkát. Az elnök kitért arra is, hogy a kormány kiemelten számít a civil szervezetekre. Ugyanakkor fontos nagyon az is, és közös érdekünk, tehát azoknak a civil szervezeteknek a közös érdeke, akik mondjuk a civil szervezetek 99,99%-át kiteszik, hogy tehát akik nélkülözhetetlen munkát végeznek, akik a hagyományőrzésben segítenek, akik a sportéletet lendítik előre, akik aggódnak a környezetünkért. Tehát a közös érdekünk az, hogy szűrjük ki azokat az álcivil szervezeteket, akik egyébként a civil társadalomnak a hitelességét rontják. Rendhagyó módon kezdte beszédét Szalai Bobrovnicki Vince helyettes államtitkár. Mindenekelőtt engedjék meg, hogy egy gratulációval kezdjem, ha már Győr-Moson-Sopron megyében vagyunk. Ugye nem lehet szó nélkül elmenni amellett a választás mellett, ami a megyeszékhelyen zajlott le az elmúlt napokban. És innen szeretnék, ehelyről is szeretnék gratulálni Dézsi Csaba András megválasztott polgármester úrnak, és nagyon sok sikert kívánok neki is. A civil szervezetek a NEA-ból, vagyis a Nemzeti Együttműködési Alapból juthatnak forráshoz. Idén 7,7 milliárd forint kerül szétosztásra a NEA pályázati rendszeren belül. Ez közel 2 milliárddal több, mint tavaly volt, ami egy jelentős fejlődés, és ugye jó részt annak köszönhető, ha valaki nem tudná, hogy azok az SZIA civil 1%-ák az a rész, amiről nem rendelkezünk, az bevándorol a NEA alapba, és végeredményben civil pénzként osztják szét azt a kollégiumok. Tehát a civil 1% az civil pénzként hasznosul a NEA keresztül is. Mindazonáltal meg kell jegyezni, ami szintén egy fontos adat, hogy 2019-ben a magyar állampolgárok a civil 1%-uk keretében 27 ezer civil szervezet számára 8,3 milliárd forint fölött rendelkeztek, tehát hogy is mondjam, a magyar jogszabályok ezen része is, én azt gondolom, hogy jól működik. Gyopáros Alpár a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos ismertette a Magyar Falu Program legújabb elemét. Ebben létrehozzák a falusi civil alapot. Nagyon-nagyon mélységében valóban nem tudunk belemenni, hiszen a pályázati kiírás még nincs elfogadva. Ha már az ütemezésről beszélünk, azt nagyjából tudjuk, hogy körülbelül egy hónapon belül meg fog jelenni a pályázati kiírás a megfelelő hivatalos kormányzati felületeken, a kormány.hu-n. Biztosan a kormány.hu oldalon, azaz Magyarország kormányának hivatalos internetes oldalán van egy Magyar Falu Program fül, vagy nem is tudom, hogy hívják ezt, aloldal. Ott biztos, hogy megjelenik majd a pályázati kiírásunk. És a pályázati kiírás megjelenésétől számított nagyjából egy hónapon belül megnyílik a támogatási felület is, a pályázati felület is, amelyet a NEA-hoz hasonlóan várhatóan a Bethlen Gábor alapkezelő fog biztosítani, azaz önök egy már ismert és bejáratott rendszerben tudnak majd pályázni. És a pályázati felület megnyíltát követően körülbelül egy hónapon belül fogjuk lezárni, tehát önöknek a pályázati kiírás részleteinek a megismerésétől számított 60 napjuk biztosan lesz ahhoz, hogy benyújtsák a pályázatokat. A tájékoztató után a civil szervezetek képviselői feltehették kérdéseiket, amely leginkább a falusi civil alappal és a hozzátartozó pályázati feltételekkel volt kapcsolatos.